Start. Összeállt a mező, nem volt könnyű dolga a hajtóknak, hiszen négy helyről indultak. Bellini Fling beállítását kihasználva bevezethet, Louis Armstrong AT pedig ott van már mögötte és talpon, mögötte bónusz RG, ez az első háromló sorrendje. Hiba nélkül indult el az egész mezőny, és Bellini Fling Farkas Györggyel diktálja tempót, megvan az első hibázó lovunk a mezőny végén, elég komoly hátrányba került ezzel a galoppozó ló. Szépen megérkeznek most már a vezető lóra, Louis Armstrong AT egy hosszra megközelítette a vezető Bellini Flinget, majd bónusz RG, hibázik Zita Georgia, és kiszáll a küzdelemből, és megkezdi Ali Baba a zárkózást, illetve Zippy Boy. Zippy Boy egyértelműen följebb tudott jönni a verseny ezen szakaszában, Zizzenő is egészen jó versenyt fut, és most már szépen tömörödni látszik a mezőny. Zippy Boy hátán pedig jön a tréningtárs Allegra, így érkezünk meg majd az újabb körre. Az élen tehát Bellini Fling. Bellini Fling közepes tempóban jár az élen Louis Armstrong AT kíséretében. Aztán ott kívülről Zippy Boyt láthatjuk nagyon jó pozícióban. Egy kicsit kijebb húzódott Louis Armstrong AT, és most ki is megy, mint egy támadó pozícióba lassan a vezető ló mellé. Mögötte ott van Zippy Boy, Zippy Boy hátán pedig Allegra, illetőleg a már fölzárkózott Aurora. A mezőny végén az érvényesen futó lovak végén Ali Baba színeit láthatjuk jelen pillanatban. Akkor, amikor az istálló egyenesben vagyunk, egyértelműen gyorsítani látszik Louis Armstrong AT, és faképnél hagyja Bellini Flinget, nagyon jó a helyzete bónusz RG-nek, bónusz RG mellé pedig Allegra zárkózik, illetőleg Zippy Boyt láthatjuk még ott viszonylag közel, akkor, amikor érkezünk az utolsó kanyarra, Louis Armstrong AT egyértelműen vezet, mellette pedig támadó helyzetben bónusz RG, illetőleg jön Allegra is. Az utolsó 500 méteren belül vagyunk, Allegra erősebb, mint Zippy Boy, ő van sokkal előrébb, a vezető Louis Armstrong AT-t pedig támadja bónusz RG. Bónusz RG átveszi a vezetést hegedűs tabással, amikor a lovak lassan megérkeznek a befutó egyenesre. Zippy Boy ismét lendületben van, és megérkezik Allegra hátára, Aurora elég közel van, picit zsákutcában az előtte versenyző lovaktól, Louis Armstrong AT pedig folyamatosan esik vissza. Bónusz RG még mindig az élen, de bónusz RG-t megtámadják hárman is. Benn a falon Bellini Fling, kívül pedig Allegra, jön Zippy Boy, nagy küzdelem, és Allegra hazaérhet. Allegra nyeri a versenyt, mögötte Bellini Fling a második, és Zippy Boy a harmadik. Egy újabb szoros küzdelem, és egy szép Allegra siker.